Idén is sörkülönlegességek és ropogós a sült csülök várta a látogatókat a Sörfesztiválon 60-ban. A csülköt a legkisebbek is megkóstolták, a sör pedig szinte egy asztalról sem hiányozhatott. A 60-i fiúk koncertjével indultak a programok a főtéren felállított sörsátorban. A mulató zenére sokan táncra perdültek, a barna sör idén is népszerű volt. A barna sör a kedvencem. Hegedűs István már a korábbi években is ellátogatott a rendezvényre. Azt mondja, idén is vonzó programokkal kecsegtetett a fesztivál. A város nagyon jól megszervezte a programokat, úgyhogy sör is finom, mondom, akkor ettem is, és az is nagyon finom volt. Úgyhogy na, örülök, hogy 60-ban olyan buli van. Az első hordó sört Szabó Zsolt államtitkár és Horváth Rihárd alpolgármester verte csapra. Horváth Rihárd szerint mindenki megtalálta a fesztiválon a számára megfelelő programot, hiszen a retro és a rock and roll mellett a gyermekeknek szóló koncertek is várták a látogatókat. Ez a negyedik alkalom, hogy 60-ban sörfesztivál van, és úgy látom, hogy nagyon sokan vannak, és nagyon jó a hangulat. Én úgy gondolom, hogy itt mindenki jól érzi magát, és megtalálja azt, amire ő számít. Szabó Zsolt államtitkár leszögezte, hogy több korosztályt összehoz a sörfesztivál. Ami érdekes, hogy könnyed hangnemű, és együtt vannak a legfiatalabb korosztálytól, a legidősebb korosztályig mindenki. Úgy gondolom, hogy nagyon jó. Ráadásul a sör az teremt egy alaphangulatot, egy baja van, hogy mondjuk torokfájása nem jó. A hangulatot DJ Dominik fokozta az estén. Azt mondja, örömmel jött vissza 60-ba. Augusztus 20-án is szerinte nagyon jó volt a közönség, és nagy szeretettel fogadták. Hozzátette, a város fejlődése példaértékű az országban. Nem ezt mondom mindenhol, én tényleg nagyon nagy szeretettel jöttem, mert a múltkori buli annyira jól sikerült, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy az volt, hogy elején nagyon nehezen, mint amíg világos volt, és besötétedett, és az Albán előtt egy óriási nagy bulit csináltunk, aztán jött Albán, aztán megint játszhattam, egy a Dr. Albánról van szó, játszhattam még egyet, aztán Cosmix, olyan szeretettel fogadtak itt az emberek, és nem tudtam elmenni akkor haza, mert még megálltam a benzinkútnál, ott a Népkert mellett van egy benzinkút. Ott, kiszálltam a kocsiból, 50-en döntek, hogy aláírás, meg közös fotó. Én nagy szeretettel jöttem. A Vétek frontembere Kefiri színpadra állt, egy bátor rajongó Kefirrel egy duettet is énekelt az estén. Hát tele volt a sátor, mindenki énekelt, mindenki tapsolt, mindenki jól érezte magát, hát ezért csinálja az ember. Dobrádi Ákos fellépése zárta az első napot, aki a legismertebb TNT-s lágereket is előadta 60-ban. Elmondta, hogy egyre népszerűbbek a 90-es évek pop csapatai, így az egykor ismert dalokat újra szívesen énekli a közönség. Úgy érezzük, hogy a közönségben ki volt éhezve azokra a bulikra, arra a hangulatra, amit egy olyan zenekar tud számukra nyújtani, akik mondjuk úgy léptek színpadra, hogy elénekelnek 10-15 dalt, és szinte mindegyik kivétel nélkül egy ismert országos sláger, és ezeket a dalokat pedig tudják kötni fiatalkori élményeikhez, vagy éppen pároknál sokszor előfordul, hogy oda jönnek és elmesélik, hogy erre a dalra jöttek össze. A sörfesztivál első napján a sörivó verseny selejtezői is lezajlottak. Akinek a nyakában is van, hogy van a sörvesz, megvan a győzelem!